és a második koraszülés, mert a tesói is az ikerpárom, egy ikerpárom, és ők is koraszülött. Kun Zsóka a napokban hozta világra gyermekét a 60-i Albert Schweitzer kórházban. Bende Góza 40. hét előtt érkezett 2400 grammal, így koraszülöttnek számít. Az édesanyja azt mondta, a kisfiával nem történt súlyosabb komplikáció. A legkönnyebb terhességem volt, semmi probléma nem lépett fel. Az utóbbi két hétben volt az, amikor jóslófájások voltak. Hát éreztük azt, hogy hamarabb fog jönni, mint 36 hét. Ekkora a különbség egy koraszülött és egy egészséges csecsemő lélegeztető maszkja között. A WHO becslései szerint évente 15 millió baba születik idő előtt a világon. A központi statisztikai hivatal adatai pedig azt mutatják, a koraszülések száma Magyarországon meghaladta 7%-ot a tavalyi évben. Koraszülöttnek számít az, aki a 37. hét előtt jön a világra, vagy a testsúlya nem haladja meg a 2500 grammot. A szülészeti osztály vezető főorvosa elmondta, a koraszülések száma már évek óta csökken. Itt nálunk a kórházban, itt a mi osztályunkon olyan 6-7% körül van a koraszülés frekvencia. Régen sokkal több volt a koraszülés száma, tehát akár a 15% fölött is, de a felvilágosítással, a kórházi körülmények javulásával, eszközök beszerzésével, a terhesség alatt a magzat monitorizálása, az anyja szervezetének a monitorizálása nagyon sok szerepet játszott. Hozzátette, igyekeznek olyan kezelésben részesíteni a kismamákat, hogy kitolják a terhesség idejét, ilyenkor ugyanis minden hét számít. A csecsemő és gyermekgyógyászati osztály vezető főorvosa arra hívja fel a figyelmet, hogy már a gyermektervezés előtt fontos az egészséges életmód. Rosta Ildikó hozzátette, a kórház felkészült a koraszülöttek kezelésére, az intézmény ugyanis folyamatosan fejleszti az életmentő eszközeit. A felszerelésünk is most már az újszülött újraélesztő asztallal, illetve a Neopuff készülékkel, mivel tudjuk a légzésüket segíteni. Ez azért nagyon fontos, hiszen akár a csernyimentő kiérkezéséig tudjuk a légzésüket asszisztálni, kellőképpen melegen tartani őket, és minden paraméterüket úgy optimalizálni, hogy ez a legmegfelelőbb legyen. November 17-e a koraszülöttek világnapja. Ilyenkor azokra a csecsemőkre hívják fel a figyelmet, akiknek küzdeniük kell az életben maradásért, valamint azokra az orvosokra és nővérekre, akik azért dolgoznak, hogy ne veszítsék el ezeket az újszülötteket. Ebből az alkalomból világszerte lilafénnyel világítanak meg épületeket, mely a reményt szimbolizálja. Ezen a napon a Városháza épülete is ezt az üzenetet közvetítette.